Jövőre lesz 70 éves Bródy János, akit ennek ellenére barátai még mindig Tininek hívnak. A jubileumra nagyszabású koncerttel, lemezzel készül a zenei és közéletben is aktív művész. Vendégem Bródy János, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Most egy nem régi interjúban azt mondta, hogy nem szálltak el felettek az évek nyomtalanul, de a dalok ugyanazok maradtak. Annó ez azért a 20 évesek zenéje volt, rajongott zenéje. Ez azt jelenti, hogy most is meg tudja szólítani a 20 éveseket? Ebben nem vagyok biztos, bár vannak 20 éves ismerőseim is. De hát tény, hogy amikor elkezdtük, akkor azt gondoltuk, hogy ezt 30 éven túl már nem lehet játszani, ezt a műfajt. Emlékszem még egy nyilatkozatra, amiben a Rolling Stones énekese azt mondta, hogy inkább legyen halott, mint 45 éves, és még mindig a Get Note énekelje. Aztán mégis 70 évesen énekli, hát még a Get Note. Így lettünk most már, igen, nyuggerek lettünk. Ezt én szoktam mondani, hogy én már rezignált nyugger vagyok. De úgy hát, is él? Tehát a hétköznapjait úgy éli, hogy otthon egy kanapéban, könyvet olvasva. Mondjuk utána néztem, és az én értelmező szótáramban a nyugger az öreg rocker szinonimája. Angolul egyébként Jaggernek ejtik. De ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk, vagy ez a mondata, ez azt jelenti, hogy ha nem is a 20 éveseknek szól, de hogy mondjuk ugyanazt jelenti? A dalok gyakran ugyanazt jelentik, amit jelentettek 40-50 évvel ezelőtt is. Ez egy ilyen furcsa dolog, szoktam mondogatni, hogy apám, aki matematikus közgazdász volt, sokat foglalkozott az úgynevezett Kondratyev-féle hosszú távú gazdasági ciklusok elméletével. Ezek 40-50 évenként periódikusan ismétlődnek, és nagyon hasonló jelenségeket produkálnak. És hát élete vége felé megosztotta velem azt a gyanúját, hogy ezek a ciklusok nagy valószínűséggel nem csak a gazdaságban, hanem azzal elég szorosan összefüggő a társadalmi életben is kimutathatóak. Így aztán nem véletlen, hogy az én nemzedékem, ami már egy ilyen Kondratyev-féle ciklust megért, néha részesül abban a déjà vu-szerű élményben. De azt bizonyos mondja, hogy mondjuk akkor az én generációm most megint egy kádárszerű rendszerben él, vagy lát olyan, hát bizonyos figurák, észre kéne vennünk nekünk is olyan jelenségeken? A szituációk, a figurák, a viszonyok azok néha azt az érzést keltik, mint hogyha ezek ugyanazok lennének, igen. Mi az oka annak, hogy hát azért viszont most már eltelt 25 év a rendszerváltás óta, hogy ez nem változott, vagy hogy ez visszatért? Hát valószínűleg egy ciklusok természete ez, hogy visszatérnek egy-egy előző állapotba. Nem állítom, hogy pontosan ugyanoda. Nács Spiró György mondta valahol, hogy Magyarországon még nem győzött a polgári forradalom, csak elkezdődött, úgyhogy elmúlt 200 évben folyamatosan küzd egymással a feudális rend és a polgári szabadság. De ez mondjuk kinek a hibája, vagy van-e felelőssége mondjuk akár önöknek, az értelmiségnek, az elitnek? Mindenkinek van felelőssége ebbe természetesen. Mondjuk ön mit rontott el, ha... Én csak naiv idealista voltam, és azt hittem, hogy a dalokkal meg lehet változtatni a világot. Hát gondolom, most is ezt hiszik, különben nem lenne jubileumi koncert. Hát igen. Még mindig szeretnék hinni benne. És azt gondolom, hogy azok a dalok, amiket 30-40-50 évvel ezelőtt írtam, azok még ma is érvényes mondani valót hordoznak. De mondjuk, hogyha ezt mondja, az azt jelenti, hogy mondjuk, ahogy Vysocki, Leonard Cohen, Cseh Tamás, Bródy János, de úgy lesz a 21. században is gitáros éneklő, aki csak úgy elmondja a dolgokat, és az nem lesz idejét múlt? Azt gondolom, hogy a dalok, az énekelt ritmusos szövegek szerepe még a 21. század információs századában is korábban nagyon, nagyon jelentős marad, hiszen az énekelt ritmusos szöveg minden másnál jobban kötődik az emberi lélekben. És ezek a dalok, ezek, ha jól megfogalmazottak, jól elkészültek, akkor sűrítve, tömörítve magukba hordják annak a kornak a lényegét, amiben megszülettek, és ezért az üzenetük nagyon erős, és néha az az érzésem, hogy még a szerzőjüket is túlélik. Most a mostani közállapotok mellett
ahogy mondta, ami nagyon hasonlít ahhoz, amiben elkezdett dolgozni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy szövegírónak, egy dalszerzőnek ez egyébként egy kedvező állapot, mert hogy van miről beszélni? Tehát mondjuk az új lemezen több mondani való van, mint mondjuk lett volna 10-12 évvel ezelőtt? Hát ha úgy érti, hogy most örülök-e, vagy szomorkodom azon, hogy a régi dalok értelme még mindig megmaradt, és hogy úgy tűnik számomra, hogy a dalok még mindig erősen képesek hatni, és bizony borzolják az idegrendszerét azoknak, akik nem szívesen hallgatják a dalokba sűrített üzeneteket. Igen. Igen. De akkor ez egy termékeny időszak most önnek egyébként? Furcsa dolog, mert én az Illés Szekerén című nagylemezzel, ami 3 évvel ezelőtt jelent meg, úgy éreztem, hogy akár lezártnak is tekinthetném az életművemet, hiszen azt egy ilyen összefoglaló konceptlemeznek gondoltam. Én ugyanis magamat a mikrobarázdás nagylemezek korszakához kötöm. Aminek nagy reneszánsza van egyébként. Hát van egy kis reneszánsz, de sajnos az alkony az erősen rávetül, és ma már egészen más a zene hallgatás szokásrendje. Hát persze ezért is, amire céloztál, hogy nagyon örültem annak, hogy a menedzserem azt az ajánlatot tette, hogyha még akarok valamit csinálni, egy afféle ráadást, akkor ezt Bakelit lemezen jelentessük meg. Ez aztán egy fiatal kiadónak is nagyon megtetszett az ötlet, és engem meg tulajdonképpen az, hogy megint egy ilyen Bakelit lemezre írhatok dalokat, és végig gondolhatom egy nagy lemeznek a dalait. Igen, inspirált, és új dalokat is írtam, és most, hogy valahol a vége felé járunk a munkának, mert Kirchner Péter stúdiójában már készen van az anyag, le kell adni december 1-én ahhoz, hogy jövő évben, áprilisban megjelenhessen a Bakelit, mert nagyon, nagyon lassú az átfutása. De most, hogy készen lettem ezzel az anyaggal, úgy érzem, hogy érdemes volt, hogy nem bánom, hogy rábeszéltek. De ez akkor mondjuk azt is jelenti, hogy ha Bakelit, akkor ezek olyan dalok, amihez le kell ülni. Tehát nem lehet kocsiban hallgatni, hát nem lehet MP3-on hallgatni. Én azt szeretném, hogy ezt a lemezt is úgy hallgassák, hogy az elején felteszik a tűt, elkezdik, és a végén hagyják abba. Ugye pár héttel ezelőtt láttuk Önt egy nem vidám eseményen, ugye Göncz Árpád temetésén Koncz Zsuzsával együtt a Ha én rózsa volnék, ott énekelték. Ez meglepte Önt? Ez a kérés, hogy valaki beleírja, ráadásul a rendszerváltozás utáni első köztársasági elnök a végakaratába, hogy ez szóljon a temetésén? Hát nagyon nagy megtiszteltetés, de nem volt olyan nagy meglepetés, mert hát én tudtam, hogy Árpi bácsi figyeli az én működésemet, és szereti a dalaimat, és különösen ezt a dalt. Mondom, nem ért teljesen váratlanul, de hát mégis elég megrendülten álltunk ott, és azt hiszem, ezt nem csak rajtam, de Zsuzsán is lehetett érezni. Ön szerint jó, hogy végül mindenki ott volt? Jó lett volna, ha még többen vannak ott. Ki az, aki hiányzott? Sok ezer ember, aki talán nem is tudja, hogy mennyi mindent köszönhet Göncz Árpádnak. Mi az, ami az elmúlt hetekben sokat beszéltünk róla, a vidámságáról, a derűjéről, a közvetlenségéről. Ez az, amiről ön is beszél most, amit adott? Vagy van valami a politikai életben, ami már elveszett és még adott? Hát félek attól, hogy az egyik az utolsó olyan politikai szereplőknek, akik sohasem keverték össze a hatalom szeretetét a szeretet hatalmával. Akik emberek tudtak maradni akkor is, hogyha olyan pozícióba kerültek, ami persze nagyon nagy késztetést ad arra, hogy az ember lelke eltorzuljon.
Ön mennyire akar még aktív lenni a magyar közéletben? Én úgy érzem, hogy én olyan nagyon aktív nem vagyok. Hát de fontos pillanatokban azért meg szokott szólalni. Én mindig ugyanott állok. Valahogy úgy érzem, mintha egy ilyen színpadon állnék, ahol ugyanazokat a dalokat énekelgetem, vagy legalábbis ugyanolyan hangulatú dalokat, és közben a hátam mögött meg állandóan cserélik a díszleteket, és időnként más és más fénytörésbe tűnök föl. Néha eltűnök a homályban, néha meg éppen rám vetül egy reflektorfény. Nem tudom én ezeket kiszámítani. Akkor minden esetre áprilisban újra látjuk Önt színpadon. Addig jó készülést, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Első 70 év hamarosan véget ér. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Ez volt a 7-24 emberek, köszönöm figyelmüket, adásainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon, legyen szép estét, viszontlátásra!